Kénytelennek az indoklása. Ez a szabaduló levél. Ez a három fiú, ja, itt a középen vagyok én. Ez a három fiú, mind a hárman benne vagyunk a nagy rendszerdől megdöntő. Az, ami történt 56-ban, az egy dolog, a börtön az egy másik dolog. Ha nem lett volna, akkor valóban az életem az más szemszögből néztem volna. ...1956. október 23-án Budapesten forradalom tört ki a sztálinista terror, a szovjet megszállás ellen, a több pártrendszer visszaállításáért, az ország semlegességéért. A hír hamar elterjedt az egész világon, így Romániában is. Sokan szimpatizáltak a budapestiekkel, elsősorban az egyetemisták és az értelmiségiek. A forradalom nem terjedt át a határokon túl, mégis az akkori román államhatalom ürügyként használta fel a romániai magyarok és intézményeik megkurszoltatására. Temesváron az egyetemisták nagyszabású gyűlést szerveztek, melynek végén a hatóságok elfogták a szervezőket. Három perben 29 diákot, egy asszisztenst és egy egyetemi tanárt ítéltek el. Az egyetemistától függetlenül a Magyar Vegyes Liceum néhány tanulója, gyermeki fantáziától fűtve, szintén a cselekvést választotta. Oberten János 2 évet traboskodott ezért. 1956-ban az egyetlen temesvári magyar liceumban tanultunk 7. osztályos diákot, 8 fiú. Annak idején ezt úgy hívták, hogy Magyar Vegyes Liceum. És a Kossuth Rádiót hallgattunk mindjárt otthon, szüleinkkel együtt, és természetesen a szünidőben egymás között megtárgyaltunk, hogy mi is van, hogy is van. És a romantikus lelkünket, amely a Pál utcai fiúkon, a Robinsonon és ezeken nőtt fel, megkapta az a hír, hogy Pesten, az utcánon fiatal tínédzser lányok nemzeti ruhába öltözve a szovjet tankod elé mentek és molotov koktélokat dobtak. És magunk is elgondoltunk azon, hogy valamit kellene tennünk. És hát úgy láttunk jónak, ha itt Temesváron röpcénulákat szólunk, így jelente, mert úgy tanultunk, hogy a párt illegalitásban szintén ezt csinálta. De mondom, mi olyan tisztában azzal, hogy mi az a forradalom. Valóban írtunk kattás füzetekre, szánta füzetből kitépett lapotra, írtunk 3 nyelven, mivel Temesvár több nyelvű város, de hát magyarul, románul és németül, az, hogy szabadon akarunk élni le a kommunizmussal, ki az oroszokkal az országból. Mert ezt az orosz jelzőt, ezt Pestről hallottunk. És ezeket a röpcédulákat valóban éjjel elszóltunk a városban, meg is találta a titkosszolgálat, és fel is tételeztén, hogy gyereket írhattán, lévén, hogy számtalan fizetbe, és az, hogy magyar volt, a gyanúsát tette a németeket kevésbé. Mert hát magyar forradalomról volt szó. De egyelőre nem bántottak, hanem 1958-ban, ami arról híres, hogy akkor végezték ki Nagy Imréjéket is, és akkor volt a nagy leszámolás,
a Szovjetunió felé bizonyítás. Románia részéről, Magyarország részéről, akkor bizony letartóztattak szeptemberben, és fogtak, és bevittek 8 gyereket, nem tudom hány őrrel törlőve a temesvári hadbíróságra. Ez ott van a papapsárkkal ott a végén. Hát külön is hallgattak ki, mert mindegyiktől ki akarták szedni, hogy ki az a felnőtt, aki... mert ez lett volna az adó. A rendszer megdöntésére történt próbálkozás. Ez úgy is jelenik, mert románul pontosan, hogy unél tire contra ordine sociale, úgy van a feliratban is. Az ügyész azt állította, hogy az egyáltalán különben se hitte, hogy felnőtt nem foglalkozott velünk. A Szetóitát ennek próbáltat belőlünk kivenni, de nem lehetett, mert nem volt felnőtt a dologban. És az ügyész azt állította, hogy nem számít, hogy gyerekek írták és szólták, mert a hatása a rabszédulának pont olyan lázító, mintha felnőttek írták volna, és ennek alapján a 209-es hírhet törvényszék alapján felmondatott tevékenység miatt bizony a bizonyos 15-25 év közötti büntetést írt. Csak a szüleinknek köszönhetően, hiszen 14 évesen voltunk akkor, 14-15, szüleinknek köszönhetően azként Bukarestben megjárták a legfelsőbb ügyészségen, hogy csökkentsék a büntetésünket, lecsökkentették 2-4 évre, de börtönben letöltendő büntetésre. A dolognak az a jó oldala, ha lehet azt mondani, hogy már Temesvárról felnőtt politikai elítéltekkel voltunk, és máson mindenütt, tehát egy szobában, ami azt jelenti, hogy ügyvédek, papok, tanárok, egyetemi tanárok, tehát intellektuelek, az akkori ellenzék, és akkor jöttünk rá, 14-15 évesen, hogy ez a világ nem olyan, mint amilyennek mutatták nekünk kívül, ugye, hogy pionír és ifjú kommunista és más egyebet, hanem igenis van egy másfajta világ, és ezek az emberek, mivel napi 24 órát ott voltunk, foglalkoztak velünk olyan értelemben, hogy nyelvekre tanítottak tanárok. A papok vallási órákat tartottak, úgymond, tehát egy csomó történelmet tanultunk mindent, tehát olyan volt, mint egy ilyen főiskola, amin átmentünk, tehát amint, hogy innen kijöttünk, akkor valamennyien sokkal többet tudtunk az életről, és egész másképp láttunk 16 évesen. Nem vittünk mi végbe hőstettet. Az, hogy végigültünk a börtön, az se volt egy hőstett. Hősök voltak azok, akik valóban kivonultak a tankok elé. Szerintem a román közvélemény még most is teljesen tisztában, már a börtönben is tapasztaltam, még most is teljesen tisztában azzal, hogy mi is volt pontosan 56-ban Magyarországon. Valamint tudnom, hogy 56, igen, de hát 56 annyi mindenről híres. Párizsban volt diáklázadás, a Szuézi csatornánál volt botrány minden, úgyhogy itt ilyen megmozdulás, Romániában ilyen forradalmi megmozdulás nem volt. A temesvári 56-os egyetemista megmozdulás az egyfajta főpróbája volt
a 89-es temesvári forradalomnak. Tehát már akkor volt, és már akkor is volt ez a több nemzetiségű megmozdulás, tulajdonképpen a temesvári román egyetemisták, vagy német, vagy szerb, vagy bármi, a magyar egyetemistáktól tudták azt, hogy mi történik, hogy s mind. Na most ez egy külön téma, hogy egyetemre nem mehettem, mert hát a népellenség voltam, mondja, hogy foglaljak el egy helyet, tehát asztalost én dolgoztam, amit tanultam, aztán később tervező technikusként, stb. És 89 után akkor az újságnál elhelyezkedhettem, de addig is dolgoztam, tudnélik, magánszondalomból rengeteget olvastam, színházban jártam, színikritikákat írhattam 89 előtt is, és akkor utána megváltozott az életem olyan értelemben, hogy kapcsolatban léptem a világgal, tehát az erdélyi magyar sajtóba írtam, a magyarországi sajtóba, sőt Franciaországba is, és így alakult a világ. Én azután kezdtem írni elbeszéléseket regény, miután olyan embereket is vettem meg, akikkel, hát most nem akarom Dostojevszkijre hivatkozni, de azért mégiscsak az ember közelben van olyan emberekkel, szinte sorstárs, olyan emberekkel, akik teszem azt életfogytiglanra voltak ítélve. Nem feltétlenül politikai okot miatt, hanem közjogi ok miatt, mit tudom én, teszem azt, leszott a feleségét és a szeretőjét. De azért ez is egy ember volt, aki magában nézett ilyen szempontból, szembenézett a saját bűnével és a saját bűnhődésével, ami mondjuk így pszichológiailag egy nagyon-nagyon mély dolog. A nagy örömöm, majd meg fogom mutatni, az, hogy magától Gyöncz Árpádtól kaptam egy elnöki aranyérmet, majd azt meg fogom mutatni, azt le lehet fényképezni. A Pafosztól is kaptam egy ilyen szabadság emlékérmet. De hát valahol mindenütt tudomásul vették. Ennek nagyon örülök. Tehát mutatom, hogy látja, hogy fogja az ember kezét, így. Tehát nem csak úgy, hogy szerint kezet van. Oberten János 2020. július 27-én hunyt el. Tervben van, hogy elbeszéléseiből, novelláiból film készüljön.